15-ös számmal a hulladékgazdálkodás aktuális kérdéseiről. Tisztelt képviselőtársaim, nagyon röviden összefoglalnám, hogy mi történt ebben az ügyben a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta, és amennyiben a vezérigazgató úr kívánja, akkor természetesen majd szóban ő is kiegészíti a napirendet. A képviselőtestület és a szakbizottság is úgy döntött, hogy továbbra is a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási rendszernek akar tagja lenni a városunk. Ugye érkezett megkeresés egy másik rendszertől is, ez az érdi székhelyű vagy érdi központú, egyébként most alakuló vagy formálódóban lévő hulladékgazdálkodási rendszer. Ugye ez az, ami ilyen kifli vagy banán alakban a budai és a pesti agglomerációt fogná össze. Ez a társulás azonban jelenleg még nem alakult meg, illetve nincs olyan előzménye, mint annak, amiben egyébként az önkormányzatunk most már évek óta tag és részt vesz, és egyébként ugye a vagyonával is szerepel és helyt áll. A Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási rendszernek a újraalakítására van szükség, illetve a megfelelő szervezeti keretek, tehát a működési keretek és a működési formának a létrehozására. Ez a működési keret ugye ebben az esetben a társulás lehet, tehát arra van szükség, hogy az érintett önkormányzatok, ami egyébként jelenleg több mint 110 itt a Duna-Tisza közén, tehát ez a 110 vagy 111 néhány, majdnem 120 önkormányzat, ez egyező akarat elhatározással úgy döntsön, hogy közösen létrehozza ezt az új Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási társulást. Ugye ebben az esetben ugye jogi személyiséggel tud megalakulni ez az új rendszer, tehát a képviselete megfelelő módon, megfelelő formában biztosítva lehet. Nagy valószínűséggel ugye Kecskemét vezetésével alakulhat meg ez az új rendszer. Az a kormány határozat, egyedi kormány döntés, amiben az újjáalakuló rendszernek az átalakításához és a fejlesztéséhez egy jelentős állami támogatást biztosít a kormányzat, az már Kecskemét megyei jogú városát nevezi meg, mint az újonnan létrehozandó rendszernek a gesztorát, vagy a társulásnak az elnökét. Ugye ebben az esetben ugye a társulás elnökeként fog valószínűleg Kecskemét megjelenni, illetve ugye az a társulási megállapodás, amelyet az önkormányzatoknak majd el kell, hogy fogadjanak, nagy valószínűséggel ugye a Kecskemét által kijelölt személyt fogják a társulás elnökeként megjelölni. Ahogy említettem, tehát majdnem 120 önkormányzat érintett, és várhatóan ugye közel 120 önkormányzat lesz részese ennek a társulásnak. Ezzel egyébként ez a rendszer, ez a társulás lesz jelenlegi tudásunk vagy információink szerint a legnagyobb az országban. És az is fontos információ, hogy az a kormányhatározat, amiben a rendszernek a fejlesztéséről döntött az állam, és ehhez forrást rendelt, ugye az már nem 6,5, hanem 9 vagy 9,5 milliárdról szól, tehát megemelkedett az a várható támogatás, amelyből, ha ugye ügyesek vagyunk, vagy megfelelően lobbizunk, akkor akár monori fejlesztésekre is futja majd, és a monori hulladékgazdálkodási rendszert, vagy a rendszernek a monori elemeit is fejleszteni lehet majd. Mi azt gondolom, hogy méltányolható és jogos elvárásaink a rendszerrel szemben, azok továbbra is azok, hogy ugye a Kövál ZRT az megtarthassa ezt a legalább a jelenlegi alvállalkozói pozícióját ebben a feladatban, illetve az, hogy a lakosság az egy egyre javuló minőségű szolgáltatást tudjon kapni. Egyelőre ebben a rendszerben reális esély mutatkozik arra, hogy ez a mindkét szempontot érvényesíteni tudjuk, tehát az előzetes tárgyalások alapján a Köválnak jó esélye van arra, hogy ezt az alvállalkozói pozícióját megtartja, sőt, bizonyos feltételek esetén arra is lehet esélyünk, hogy ezt még ebben még tovább erősödjön.
tehát nem csak egy városi vagy város környéki, hanem akár egy kistérségi szolgáltatóvá nője ki magát a hulladék gazdálkodásban. Természetesen ugye továbbra is elsősorban a gyűjtés és a szállítás területén, de akár arra is reális esélyünk lehet, hogy magát a hulladék gazdálkodási rendszernek a bizonyos elemeit azt itt fejlessze majd az újonnan megalakuló társulás, illetve a társulásnak az a tanácsa, amely a legfontosabb döntéseket fogja ebben a kérdésben meghozni. Most tehát ott tartunk, hogy kaptunk egy társulási megállapodás tervezetet a Kecskeméti Hivataltól, amely a hivatali szerve lesz várhatóan ennek az új társulásnak. Ezt a társulási megállapodás tervezetet ezt most egyeztetjük a Kecskeméttel, illetve az érintett önkormányzatokkal, illetve én a jövő hét kedden is 10 órakor tovább folytatom az egyeztetéseket egy viszonylag szűkebb körben az érintett nagyobb Pest megyei önkormányzatoknak a vezetőivel a társulásnak a megalakításáról, illetve arról, hogy azért mi értelemszerűen azért közösen vagy szándékegységben próbálunk fellépni a Pest megyei településeknek az érdekeinek a képviselete ügyében, hiszen azt semmiképpen nem szeretnénk, hogyha bár ugyan Kecskemét a kedvezményezettje ennek a igen jelentős támogatási összegnek, hogyha ebből mondjuk egyoldalúan részesednének bizonyos önkormányzatok, vagy bizonyos rendszerelemeknek a fejlesztése egyoldalúan történne meg, és nem összehangoltan, meg nem közös akarat mentén, és nem egységesen kerülne fejlesztésre ez a végül is újra tervezett rendszer, mert hogy az is egy nagyon fontos alapelva az új társulásnak a létrehozásakor, hogy ez a meglévő vagyonelemeknek a bázisán és a meglévő, hát most már tulajdonközösség, ugye korábbi konzorciumnak a bázisán, ha úgy tetszik, akkor annak a jogutódlásával kellene, hogy létrejöjjön, hiszen ez a fejlesztési forrás, tehát mind az új rendszernek a működésének a biztosítéka, illetve az gyakorlatilag az a vagyon, ami jelenleg is ezen önkormányzatoknál ugye a rendszer működtetéséhez rendelkezésre áll. Szeretném továbbá a napirendi pont keretében tájékoztatni az önkormányzatot arról a jegyzőkönyvi kivonatról, amely a 152/2016-os határozatot, önkormányzati határozatot, Cegléd-város önkormányzatának a határozatát tartalmazza, és ebben Cegléd-város önkormányzatának képviselő testülete, mint a Dunatisza közi nagytérség konzorcium gesztora a kohéziós alapból megvalósuló projekt 2016. január 1. és december 31-e közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját a mellékletek szerint elfogadta. Itt ugye arról van szó, mivel már ugye a gesztor ezt a beszámolót, pénzügyi beszámolót elfogadta, hogy az önkormányzatunk akkor egy külön határozattal utólagosan vegye tudomásul ezt a beszámolót. És akkor most felkérem a vezérigazgató urat, hogy akkor egészítse ki a szóban is a napi rendet. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Én elsősorban a lakosság szemszögéből felmerülő kérdésekre szeretnék reflektálni. Ugye a lakosságot mi érdekli, szolgáltatás színvonalán ne csökkenjen, fizetni többet ne kelljen, és a számla időben érkezzen meg. Most ezzel az utóbbival van gond. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ebben sem az önkormányzat, sem a fővállalkozó Ökovíz, illetve mi, mint alvállalkozók, gyakorlatilag tehetetlenek vagyunk, tehát ezt befolyásolni nem tudjuk. Ezt az NHKV ZRT, mint ugye népszerűbb nevén a Kuka Holding, mint állami szerv, az állam, tehát a törvény alapján magához vonta a számlálási jogot.
és tavaly április 1 óta idáig nem sikerült felállítani ezt a számlálási rendszert úgy, hogy működjön. Ígéret volt arra, hogy májusban már elkezdik a számlálást, most át olyat hallottam, hogy talán el is kezdték, aztán közben egy sor baki is bekerült, mert olyan lakosok is kaptak fizetési felszólítást, akik még nem kapták meg a számlát se. Tehát ebben az NHKV honlapján erről lehet tájékozódni, és elnézést is kérnek, és hát igyekeznek majd olyan formában az első negyed évet, és majd a második negyed évet is kiszámlázni, hogy és a fizetési határidőket úgy megállapítani, hogy az a legkevesebb gondot jelentsen majd azoknak, akik egyébként hát elég nagy számban vannak, és minden hónapban behozják a fizetéseket, pénzüket, hogy mire futja, és hát hogyha egy fél éves fizetési kötelezettség torlódik össze, az már nagyon sok családnak gondot jelent. Úgyhogy én nem tudok mit mondani, mi nem vagyunk ebben ludasak, de elnézést kérünk a lakosságtól az ő nevükbe is, ha ők nem teszik ezt meg, és bízunk benne, hogy hamarosan beindul el ez a rendszer, és helyreáll, és utána ígéretüknek megfelelően zökkenőmentesen fog működni. Mint egy 2,5 millió háztartást érint ez csak a háztartások száma, érint ez a számlálási kérdés, és hát sajnos, mint ahogy mondottam, még a mai napig nem sikerült ebből lépkézláb számlálási rendszert beindítani. Úgyhogy ennyit szerettem volna tájékoztatásképpen elmondani. Hát azt úgy gondolom, hogy a cégünk és hát a Monorváros önkormányzata is garancia arra, hogy ezt a szolgáltatást növekvő színvonalon meg fogjuk tudni oldani a jövőben is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm a vezérigazgató úr kiegészítését. Akkor én azt kérem, hogy akkor két határozatot fogadjon az önkormányzat. Egyrészt akkor arra kérem a képviselőtársaimat, hogy a szóban is elmondott tájékoztatást a hulladék gazdálkodási rendszer átalakításának az aktuális állásáról az önkormányzat fogadja el, aki egyetért vele, az igen gombbal jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta, és akkor most arra kérem a képviselőtársaimat, hogy akkor döntsön a szintén ismertetett ceglédi önkormányzati határozatról, amit tehát a ceglédi képviselőtestület, mint a Duna-Tisza közi nagytérség konzorciumi gesztora fogadott el, és amely a 2016. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról szól. Tehát arra kérem, hogy ezt utólag vegyük tudomásul, aki egyetért van, az igen gombbal jelezze. Képviselő testület egyhangulag döntött a beszámoló elfogadásáról. Tisztelt önkormányzat, 20. napirendi pontunk következik, egy örömteli feladat, hiszen ugye döntenünk kell a 2017. évi Tiszta udvar rendes ház elismeréseknek a adományozásáról. Az önkormányzatunk tavaly döntött úgy, hogy újra indítja, kicsit átalakítva, vagy leporolva, vagy megreformálva ezt a kitüntető címet, meg ezt a pályázati lehetőséget, tehát hogy újra indítja ezt a azt gondolom, hogy nagyon szép kezdeményezést, ami ugye még a 70-es, 80-as években ugye Monorra is jellemző volt. A tavalyi évben egy körben már több ilyen kitüntető címet adományoztunk azoknak az ingatlan tulajdonosoknak, akik példaértékűen tisztán és rendben tartják az ingatlanukat. Legyen szó társasházról, hiszen ugye társasház kategóriában is hirdettünk ilyen címet, családi házról, illetve ugye arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy a utcák vagy útszakaszok is pályázatot nyújtsanak be. Ugye az idejében is érkezett több pályázat, természetesen a legtöbb az családi ház kategóriában. Ugye 6 ilyen pályázat van most előttünk, és ezt a Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottság tárgyalta is, illetve vizsgálta ezeket a pályázatokat. Ugye nem csak a
a pályázati anyagot vizsgálta, hanem a bizottság nagyon körültekintően eljárva, ugye mindenhol helyszíni szemlét is tartott, tehát bejárta azokat az ingatlanokat, amelyeknek a gazdái pályáztak erre a címre, és azt a javaslatát, ami ugye itt van előttünk, végül is ez alapján, a helyszíni szemle alapján fogalmazta meg a képviselő testületnek. Ugye ez alapján a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy családi ház kategóriában a mind a hat pályázónak ítélje oda Monor Város Önkormányzata a Tiszta Udvar Rendes Ház címet 2017-ben. Itt felolvasnám akkor a pályázókat, akiket javaslunk kitüntetni. Horváth Margaréta a Zavar utca 53-ból, Belcsik Józsefné a Szélmalom utca 173-ból, Szél István a Cucor utca 14-ből, Árki Istvánné a Csokonai utca 44-ből, Kis Zsolt a Bajcsi-Zsilinszky utca 19-ből, valamint Vladár Zoltán a Dózsa-György út 18-ból javasoljuk, hogy megkapja ezt a kitüntető címet. A társasház kategóriában két pályázat is érkezett. Itt ugye az eredeti rendeletünk az úgy szól, hogy egy cím adományozható egy évben. Azonban figyelemmel arra, hogy a családi ház kategóriában az önkormányzat nem merítette ki a 10 odaítélhető díjnak a lehetőségét, tehát ugye nem adott, nem osztott ki, pontosabban 8-at nem osztott ki, hanem csak 6-ot. Így azt javasolja a bizottság, hogy mindkét társasháznak ítéljük oda a kitüntető címet, ez pedig a Mátyás Király utca 47 alatti társasház, valamint a Kossuth Lajos utca 107 alatti társasház. Kérdezem a képviselő társaimat, hogy van-e más javaslat, vagy ellenvetés az előteresztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor a ismerteteknek megfelelően javaslom, hogy a képviselő testület döntsön a cím odaadományozásáról, aki egyetért vele, az igen gombbal jelezze. Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta. Ugye volt még két pályázat, ez a utca és útszakasz kategóriában, itt két pályázó is beadta a pályázatát, azonban abban a kategóriában ezek a pályázatok értelmezhetetlenek, mert ugye egy-egy csak a saját ingatlanukat érintő útszakasz vonatkozásában pályáztak, ráadásul mivel ők a családi ház kategóriában is pályáztak, így a családi ház keretében egyébként is akkor díjazva lettek. Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek a cím odaítéléséhez. Ezzel együtt, mivel ugye itt az előteresztésből is kiderül, hogy ugye most a gyakorlati alkalmazás kapcsán ugye derült ki a rendeletnek olyan gyenge pontja, vagy mondjuk ilyen nehezebben értelmezhető része, amit érdemes felülvizsgálni, így arra kérem a képviselőtestületnek a felhatalmazását, hogy a képviselőtestület döntsön a rendeletnek a vonatkozó szakaszának, vagy szakaszainak a felülvizsgálatáról, magyarán a címek odaadományozásáról, a zászló használatáról szóló, a zászló és a címer használatáról szóló önkormányzati rendelet vonatkozó Tiszta Udvar Rendesház kitüntetéssel kapcsolatos szakaszait az önkormányzat úgy vizsgálja felül, hogy lehetőség szerint hát törölje el azt a korlátozást, hogy egy évben hány, mely kategóriában hány kitüntető címet lehet odaítélni. Tehát ha ugye az önkormányzat így módosítja, akkor ebben az esetben ugye végül is elvileg bármennyi pályázat benyújtható, és bármennyi pályázatnak odaítélhető a kitüntető cím, és valójában ugye ez is a logikus, hiszen az önkormányzat nem egy sorrendet állít fel, hanem ugye egyedileg és a pályázat alapján mérlegeli, hogy rászolgált-e az ingatlan tulajdonos és az ingatlan a címre, vagy nem. Ha pedig rászolgált, akkor végül is most a jelentkező számától független az, hogy és az semmiben nem függ össze, hogy hány olyan ingatlan van a pályázók közül, akinek ténylegesen oda szeretnénk ezt a címet adományozni. Csúzi Szabolcs képviselő úr, szó.
Polgármester úr, tisztelt önkormányzat, két módosítás merült még föl bennünk. Az egyik az, hogy az utcaszakasznál konkretizáljuk azt, hogy legalább 5 ingatlanból álló utcaszakasz pályázhasson erre a címre. Tehát legyen neki egy súlya, egy kritikus tömeg. Illetve ugye már magában a rendeletben is kitértünk arra, hogy ugye a időben ez felülbírható lehet akár a cím odaadományozása, hogyha valaki méltatlanná válik rá, mert ugye nem elhanyagolja az ingatlant, vagy más tulajdonos kezébe kerül. És ez emiatt az merült föl bennünk, hogy ezt, mivel fizikailag nagyon nehéz kivitelezni minden évben, az előző években, akár hogyha mondjuk egy 10 éves távlatban nézzük, akkor itt végén akár 100 fölötti ingatlant is kéne körbejárni, hogy a maga cím adományozása az 3 évre szóljon, és 3 évente be lehessen adni újra. Hogy ezáltal valósítsuk meg a utóellenőrzést és akár a felülbírálatot. Hogy ezen kéne akkor a jogalkotásnál pontosítani, mert valószínűleg nem teljesen szavatosan fogalmaztam, de ezeket a célokat lehetne elérni benne. Köszönöm. A Városfejlesztési Bizottság határozatában ugye megfogalmazásra került, csak én nem ismertettem, tehát akkor most elolvasom, ugye összhangban azzal, amit Csúzi képviselő úr említett, javasoljuk, hogy az elismerésről szóló rendeletet még ebben az évben vizsgálja felül a képviselőtestület annak érdekében, hogy a kiadható elismerések száma ne legyen korlátozva, az utcaszakasz fogalom kerüljön pontosításra, valamint mérlegeljük annak a lehetőségét, hogy az elismerés néhány év időtartamra szóljon, és a felülvizsgálatra is lehetőség nyíljon. Aki a határozattal egyetért, azt kérem az igen gombbal jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.